Még délelőtt is dolgoztak a tűzoltók azon az épületen, melynek oltására riasztották őket éjjel. 12:45-kor érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez, hogy egy 8 lakásos társasház garázsában tűzötött ki a Zsinkó István utcában. A lángok a garázs feletti lakás tetőszerkezetére is átterjedtek, melynek következtében a tetőszerkezet 2/3 leégett, illetve 2 lakás teljesen kiégett. Az esethez a pécsi, siklósi, illetve komlói hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 11 sugárral oltották el a lángokat. Az épületből egy gázpalackot is kihoztak, melyet nem ért hőhatás. A lakásokban összesen 7-en éltek, 2-jüket a pécsi hivatásos tűzoltók hozták ki az épületből, és átadták őket a mentőszolgálat munkatársainak. A tűzoltók a szomszédos épületet is átvizsgálták, melyre a tűz nem terjedt át.